Sziasztok! Teljesen lágy, minden ásványi anyagtól és minden oldott anyagtól megtisztított vizet elég sok mindenre lehet használni egy háztartásban. Hogyha például a gőzölös vasalóba, kávéfőzőbe, párásítóba vagy ehhez hasonló berendezésekbe ilyen vizet töltesz, akkor teljesen megakadályozható a vízkövesedés. De hogyha például a csapvízben lévő klort és egyéb oldott gyógyszer és a bármilyen más maradványokat nem szeretnéd bevinni a szervezetedbe, akkor akár ilyen víz ivóvízként is használható. Az igaz, hogy ilyen esetben mindenképpen fontos gondoskodni a szervezet számára szükséges és egyébként a csapvízben megtalálható ásványi anyagok visszapótlására, ilyen a kalcium, a magnézium és a nátrium. Erről majd a videóban később. A lényeg, hogy ilyen mindentől megtisztított vizet háztáji körülmények között kettőféle módon lehet előállítani. Az egyik a fordított ozmózis szűrés, a másik pedig a desztillálás. Ebben a videóban ezt a kompakt, mégis napi szinten akár 35 liter desztillált víz előállítására képes berendezést fogjuk közelebbről megnézni. Tartsatok velem! Itt az elején nagyon gyorsan néhány technikai adat, bár ahogy mindig mondani szoktam, jobban jártok, hogyha megnézitek a honlapon. Ez is a Vevornak a terméke, berakom a linkjét a videónak a leírásába, ott minden adat megnézhető. A lényeg, hogy ez egy minden részeiben rozsdamentes acél, tehát maga a melegítő edénye rozsdamentes acél. Ez egy 4 literes edénnyel rendelkezik, tehát 4 liter vizet lehet beletölteni, 1700 wattos fűtőszál van benne, és körülbelül 2,5 óra alatt tudja elkészíteni ezt a 4 liter beletöltött vizet, ennyi idő alatt tudja átalakítani desztillált vízzé. De egyébként nem csak víz desztillálására, hanem mivel állítható a hőmérséklete, ezt majd mutatni fogom, 30 és 108 Celsius fok között állítható, hogy milyen hőmérséklettel fűtsön, így például alkohol lepárlására is alkalmas, ott ugye nagyjából ilyen 75-80 fok körüli hőmérsékletet érdemes alkalmazni, tehát például teszel bele bort, és akkor borpárlatot fogsz kapni belőle, lehet otthon akár konyakot készíteni, vagy illóolajok lepárlására is alkalmas, ott még alacsonyabb hőmérséklet lehet indokolt, ezekbe most nem fogunk belemenni, mert ez illóolajonként is változhat. A lényeg, hogy például, hogyha van otthon levendulád, akkor annak az illóolaját is ki lehet nyerni ezzel a berendezéssel, de hát valójában azért a legfőbb funkciója a víz desztillálás, és van időzítője is, amivel pedig be lehet azt is állítani, majd ezt is mutatni fogom, hogy a 4 liter vízből, hogyha nem 2,5 órát állítasz be, amennyi alatt teljesen elpárologtatná, hanem mondjuk csak 2 óra és 10 percet, akkor egy kevés vizet hagy az alján, és így kevesebbet kell takarítani, mert hiszen nem szárad bele, nem rakódik le a vízkő nagy része, hanem az a besűrűsödött, az oldott ásványi anyagokat tartalmazó víz kiönthető belőle, anélkül, hogy leragadna az aljára, majd ezt mutatni fogom. És hát igazából, itt leveszem gyorsan a tetejét, na, gyere, ebből is látszik, hogy ilyen nehezen jön le így, hogy nincsen benne a víz, tehát könnyű az alja, hogy milyen jól tömít ez a szilikon tömítés itt körben, hogy így teljesen belecoppant az alsó részébe, de tulajdonképpen ez ennyi, van ez a felső rész. Ebben itt látszik, hogy egy ilyen csőspirál van, amin ilyen hűtőbordák vannak, és egy fém alumínium ventilátor, azzal itt ebben az edény részben ugye felforralja a vizet, az itt belemegy ebbe alulról ebbe a csőspirálba, és a ventilátorral folyamatosan hűtve ugye ezt lehűti, így az lecsapódik, és belefolyik ide ebbe az üveg kancsóba. Ez a 3,5 literes kancsó is a készletnek a része, ez valamilyen borszilikát üveg, teljesen erős, nem törékeny, azt írják róla. Igazából teljesen jó. El is indítom, hogy lássátok, hogy hogy működik. A lényeg, hogy ugye 4 liter víz fér bele, nyilván kevesebbet is
lehet benne csinálni egyszerre, akkor az időzítővel ugye azt szerint kell beállítani az időtartamot annak a vízmennyiségnek megfelelően, de az a helyzet, hogy olyan biztonsági automatika is van benne, ami érzékeli, hogy amikor kifogy a víz az aljából, és akkor automatikusan lekapcsol, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy véletlenül szétégeted az alját, mert azt érzékeli, és olyankor megáll. Itt van a 4 liter víz, itt van egyébként a belsejében egy ilyen csík, meg hogy full egy vonal addig kell tölteni. És még van egy olyan extrája, hogy itt ennek a felső résznek ez a kifolyó része, ez igazából így kipattintható, és ennek a belsejében egy ilyen aktív szénnel töltött kis tasak elhelyezhető, ilyenből egyébként 3-at adnak is a gyári csomagba, meg egyébként ilyen aktív széntasak amúgy beszerezhető. És akkor így gyakorlatilag a megtisztított desztillált víz az ezen az aktív szénen is keresztül megy, és akkor így ezáltal, hogyha még esetleg valamilyen íz hatása lenne, az is kiszűrésre kerül. Úgyhogy ez egy ilyen plusz szűrés, és akkor annyi az egész, hogy ezt így ráteszed, ez így magától egy becsusszan és tömít. Itt ennek a fedélnek van egy külön csatlakozója, azt csatlakoztatni kell a géphez. A gépet bedugom a konnektorba, automatikusan be is kapcsol, és ekkor egy on gombot benyomva egyből el is indul. Alapból 105 fokra van állítva a hőmérséklet, de hallod, hogy egyből a ventilátora el is indult. És itt ez a beállított hőmérséklet, itt pedig a valódi hőmérséklet mutatja, hogy most 19-20 fok, elkezd melegíteni, és 100 fokra felnyomja, és 100 fokon fogja tartani, és itt az időzítő is alapból 2 óra 40 percre van állítva. Én azt egy kicsit visszaveszem, hogy maradjon benne egy újnyi víz az aljába, hogy ne száradjon bele a vízkövesedést okozó anyag, vagy legalábbis a nagy része ne száradjon be. Itt, hogyha a setre állítjuk, akkor a mínusz gombbal le lehet venni az időtartamot, és akkor ennyi. Innentől kezdve tulajdonképpen magától csinálja is a dolgát. Ja, meg még annyit lehet állítani, van itt egy Fahrenheit és Celsius között állító gomb, attól függ, hogy milyen mértékegységben szeretnéd látni a hőmérsékletet, és tulajdonképpen ennyi. És hát ugye a hőmérsékletet is itt lehet állítani, ahogy mondtam, 30 és 108 fok között, így az alkohol vagy illóolajok lepárlásához is be lehet állítani az ideális hőmérsékletet. És mivel ugye, ahogy mondtam, 1700 wattos a fűtőszála, ezt a 4 liter vizet elég gyorsan fel tudja nyomni, látod, már 29 foknál tart, tehát mit tudom én, kell egy negyed óra, hogy felmelegítse, és akkor utána kezdődik majd a lepárlás. De alapvetően nem nagyon hangos, de hát azért ennek a ventilátornak folyamatosan van egy hangja, nyilván ahogy hallod is a mikrofonon. De igazából nem muszáj ezt a lakótérben tartani, mert hogy ugye teljesen zárt, tehát a lepárlás közben is majd látni fogod, egyáltalán semmilyen gőz vagy semmi nem jön ki belőle. Tehát igazság szerint bárhol elhelyezhető, akár például a spájzba, a polcra így beállítható, ahogy van, és ugye mivel nem is kell vízhálózatra meg semmire kötni, ezért ugye nem szükséges olyan helyre elhelyezni, ahol ilyen csatlakozási lehetőségek vannak, tehát tényleg berakhatod például a spájzba, és rácsukhatod az ajtót, és akkor onnantól kezdve még ezt a ventilátor hangot se fogod hallani, és egyébként meg még ilyen kiegészítő fűtő berendezésként is fel lehet fogni, ugyanis ugye itt alul szívja be a levegőt, ebbe a spirálba a víz, a forró, felforralt víz ugye csurog lefelé, és folyamatosan lehűl és lecsapódik, viszont ugye ezt a hőt, ezt el kell távolítani belőle, és ez a ventilátor itt a tetején folyamatosan elég meleg levegőt fúj ki, ezzel számolni kell, amikor elhelyezed, hogy ez azért meleget csinál, ez télen ugye nem probléma, mert hozzájárul a háznak a plusz fűtéséhez, nyilván ne úgy képzeld el, hogy ez
hőséget csinál, de hát azért itt meleg jön belőle. Nyáron is számolni kell vele, hogy itt a tetején meleg levegőt fúj ki. Na, hát egy nagyon kicsivel több mint 2 óra telt el, és a 3 literes vonalig a kancsó megtelt. Én most ezt leállítom, méghozzá azért, amit mondtam, hogy maradjon valamennyi víz az edény aljába, hogy ne száradjon bele, ne égjen bele a vízkő. Mindjárt megmutatom, hogy milyen az a cucc, ami benne van. Ebből azt is láthatjátok majd, hogy az ivóvízben valójában mennyi olyan cucc van, ami nem biztos, hogy meg kellene, hogy igyunk. Ilyen egyszerű levenni, hogy itt hátul ugye ennek ezt a rövid vezetékét ki lehet húzni, és akkor egyszerűen ezt csak így le kell emelni. Természetesen ilyenkor gőzöl, hiszen benne forró víz van, itt egy kicsit sikerült kifolyatnom, de igazából ez nem probléma, mert maga az edény kívül is, meg ugye belül is teljes mértékben rozsdamentes acél, meg ennek a fedél is a belseje, tehát gyakorlatilag minden, ami a vízzel érintkezik, az minden rozsdamentes acél, ezért ugye nem lesz műanyag ízű, meg semmilyen ízű a kész desztillált víz, ami kijön belőle, és egyébként ilyen langyos, az előbb megmértem, 28 fokos ez a víz most ebben a kancsóban, tehát nem hűti le teljesen, de azért ez igazából ez már egy ilyen iható kategória. Ugye 4 liter vizet öntöttünk bele, hát abból itt maradt egy ilyen valamennyi, egy másfél ujjnyi az edény aljába, és látod itt oldalt is valamennyire kirakódott, meg látszik, hogy olyan fehéres is a víz. Hát ugye ebbe bent van a 4 liter víznek az összes mindenféle oldott ásványi és mindenféle anyaga így besűrűsödött. Itt, ami a kancsóban van, az meg hát ilyen tökéletesen tiszta. Ebben meg ugye, hát igazából nincs semmi, ami egyébként ne lett volna benne a vízbe, úgyhogy tulajdonképpen ezt nyugodtan bele lehet önteni a csatornába, vagy bárhova. És aztán egyébként meg, amúgy még ilyen klóros szaga is van, nyilván hát a csapvízben klór is van, egyébként meg adtak hozzá egy ilyen port, ez azt írja, hogy üvegpor, amivel szerintük így ki lehet sikelni belőle időnként a lerakódott vízkövet, hát így egyébként nem vészes, látod, hogy vastag réteg nem rakódott le rá, pedig már ez a második adag volt, amit így lepároltam vele, tehát elképzelhető, hogy mit tudom én, néhány hetente érdemes lesz majd kitisztítani. Én nem feltétlenül gondolom, hogy ezzel kéne, egyébként nyilván ilyen fémdörzsűvel is lehet, de szerintem a legegyszerűbb, hogyha ecettel kimossa az ember, azt tökéletesen oldja, eltávolítja a vízkövet, és akkor nem karcolja össze a belsejét. Na és akkor nézzünk, ugye ahogy mondtam, tulajdonképpen, jó nehéz ez a kancsó így, hogy tele van. Ahogy mondtam, ugye ez valójában ivóvízként is fogyasztható, de az nagyon fontos, hogy ugye ebből teljesen minden ásványanyag ki van vonva. Érződik is, hogy nem érződik semmi, teljesen szaktalan. És ilyen nagyon-nagyon lágy íze van. Ilyen sejmes. Jó, de ahogy mondtam, hogyha ivóvízként akarod használni, akkor azért fontos, mivel ilyen teljesen minden ásványanyagtól mentes, hogy olyankor vissza kell pótolni a szükséges ásványanyagokat. Az nagyon jó, hogy kivontok belőle a gyógyszermaradványokat, meg mindenféle szart, meg a klort, meg a egyebeket, de például a kalcium, magnézium
és nátrium sókra az emberi szervezetnek szüksége van, és azokat vissza kell pótolni. Létezik, kapható a neten, hogyha utána nézel, találsz ilyen por állagú ilyen elektrolit keverék, amivel megfelelő arányban tartalmazza ezeket az ásványi sókat, amit bele lehet keverni, és akkor utána kapsz egy olyan az emberi fogyasztásra alkalmas ivóvizet, amiben semmi más nincs, ami viszont nem kellene, hogy benne legyen. Erre azért oda kell figyelni, mert magában a desztillált víz az kizárólagosan fogyasztva nem egészséges azért, mert hogy ezeket az ásványi anyagokat nem tartalmazza, meg egyébként amúgy is én azt ajánlom mindenkinek, hogyha egy multivitamint naponta egyet beszedsz, akkor azzal elég nagyot teszel az egészséged érdekében, és ezek a szükséges ásványi anyagok abban is vannak, ettől függetlenül a vízbe is érdemes visszarakni ilyen belekevert por formájában. No, hát végül is a desztillálóról ennyit. Ahogy mondtam, a linkjét berakom a videó leírásába. Van egyébként különböző teljesítmény, tehát ez 1,5 liter per órás, van 1 liter per órás, van olyan is, ami nem rozsdamentes, nem ilyen üvegedénye van, azok egy kicsit olcsóbbak, de hát szerintem a hosszú távra tervezve ez jobb választás lehet, hogy tényleg mindene acél, ez szerintem nagyon hosszú élettartamú lehet. Jó minőségű anyagokból van, jó minőségben van elkészítve, jól működik, ahogy láthattátok. Jó vizet csinál. Úgyhogy ennyi. Hogyha gondolkodtatok eddig, hogy beszerezzetek-e egy desztillálót, akkor ez éppenséggel egy jó választásnak tűnik. Remélem, hogy ez a videó hasznos volt a számotokra, hogyha igen, kérek egy lájkot, mobiltelefonon bejelentkezve hype-ot is tudsz nyomni az első héten, hogy még többen láthassák ezt a videót, és ha nem vagy még feliratkozva, akkor iratkozz fel, jönnek még hasonló tartalmak a jövőben is. Sziasztok!